Igazságos döntetlen született ezen a meccsen. Első félidőben mi játszottunk jobban, a második félidőben a hazaiak. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy nagyon fújt a szél, és mindkét csapat ezt próbálta meglovagolni. Igaz, hogy az utolsó percben voltak még helyzeteink, de azt gondolom, hogy a játékképe alapján teljesen igazságos. Az a véleményem, hogy az egész játékod vagy az egész mérkőzést nagyon befolyásolta az erős szél. Az első fél időben sajnos mind játszottunk szél ellen, nem tudtuk megtartani a labdát, sokkal aktívabb volt az ellenfél, bátrabban támadott, sajnos megint elveszítettünk a labdát a támadásnál, megengedtünk az ellenfélnek átvezetni a labdát az egész pályán, utána ívelés után csak figyeltünk, ahogy megkaptunk a gólt. A második fél időben avval mentünk ki, hogy ha fogunk rámodni, akkor nem csak középen, mindenki fogja várni, hogy átlövjük a védelmet, eltaláljuk a kaput. Az volt egy lehetőség, hogy ezt is kipróbáljuk, de főleg arról beszéltem, hogy amikor középen a 16-os előtt van a játék, akkor oldalra tesszük a labdát és onnan behagyjuk. Így született a gól, sajnos ezt még egyszer lehet, ha megmondani, ha egyszer kipróbáltunk, többször nem. Voltunk két-három olyan helyzetből, amelyet kivéte az ellenfél kapusa. Sajnos az utolsó percekben meg kell köszönni, hogy Tibi Sánta nekünk kivéte a egy pont.